Williams Televízió. Híradó. A Williams Televízió térségi hírműsora. Minden nap éjfélkor, 8-kor, 11-kor és 19 órakor a Williams Televízióban. Megint a Fidesz KDNP-t választotta az ország. Önkormányzati választások voltak hazánkban október 12-én. Felszereléseket kaptak a tűzoltók. 16 millió forint értékben kaptak felszereléseket a Pest megyei tűzoltók. Bölcsöde átadás Üllőn. Október 10-én átadták az üllői Baba Rózsa bölcsödét. Hatékony a 19 megyés program. Eredményes a fokozott rendőri jelenlét Üllőn. Hivatali élet Pécelem. Rengeteg a feladata a Péceli Szociális, Köznevelési és Közművelődési Irodának. Időjárás. Marad a változékony, az évszakhoz képest mérsékelten meleg idő. Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió október 17-i híradóját látják. Alacsony volt a választók érdeklődése. 96%-os feldolgozottság mellett 43% volt a részvételi arány. Ez 3%-kal alacsonyabb a 2010-esnél. Tarlós István magabiztosan lett másodszorra is főpolgármester. Ha Jobbik nélkül az összes kihívója összefogott volna, akkor is nyert volna. A második a baloldal közös jelöltje Bokros Lajos, a harmadik a Jobbikos Staud Gábor lett. A 23 budapesti kerületből csak 6 nem lett a Fideszé. A baloldali pártok közül összesítve az MSZP kapta a legtöbb szavazatot, többet, mint a DK és az Együtt összesen. Összesítve és önállóan a Jobbik több szavazatot kapott, mint a tisztán MSZP-s jelöltek, de az MSZP egy csomó helyen más baloldali pártokkal közösen indult, és ha ezeket is hozzáadjuk az egyéni szavazataikhoz, akkor bőven többet kaptak, mint a Jobbik. Az MSZP-nek 19 önálló polgármestere lett. Az eddigi 3 helyet 13 településen lesz jobbikos polgármester, köztük Ózdon, Tapolcán, Törökszent Miklóson, Tiszavasváriban és Devecseren is. A Gyurcsány féle DK-nak összesen 3 önálló polgármestere lett. 130 helyen most nem tudtak polgármestert választani, 324 helyen pedig képviselőtestületet sem. Ezeken a helyeken időközi választást kell majd tartani. Két cikluson keresztül volt a Pest megyei közgyűlés elnöke dr. Szűcs Lajos. Október 12-én késő este Pest megye 7-es számú választókerületéhez tartozó 8 település országgyűlési képviselőjeként értékelte az önkormányzati választások eredményeit. Azt gondolom, hogy ebben az évben a harmadik olyan választás volt, a parlamenti, az Európa parlamenti, után az önkormányzati, ahol a pártcsaládunk, a Fidesz, a KDNP kiegészülve, most már civil egyesületekkel, polgári körökkel nagyon komoly eredményeket ért el, és mindenütt, ahol számítottunk a győzelemre, ott sikerült is. Hát mintegy 2-3 éve, amióta ennek a választókerületnek a elnöke és utána képviselőjelöltje lettem, tudatosan készültünk rá, hiszen a kisebb parlamenttel, a kisebb önkormányzattal előre tudható volt, hogy egy ember csak egyfajta pozíciót tölthet be. Úgyhogy én az önkormányzati tisztségemről önként mondtam le, és úgy mondtam le, hogy gyakorlatilag nem vesztettem, hiszen 2 cikluson keresztül, 8 éven keresztül lehettem Pest megye közgyűlésének elnöke. De most ez egy nagyobb feladat ennek a 8 településnek, az országgyűlési képviselőjének lenni, úgyhogy büszke vagyok arra, hogy ebben a választókerületben, egy új választókerületben mandátumot sikerült nyerni, és nekem most innentől kezdve az a feladatom, hogy a települési önkormányzatokat segítsem, ennek a 8 településnek a fejlődését, az itt élő embereknek a boldogulását segítsem. A kampány eredményes volt, egy kicsit most örülhetünk, de szeretnénk azonnal folytatni azokat a beruházásokat, amiket már korábban elkezdtünk. Többek között ezt nyilatkozta televíziónknak Szlahó Csaba. A vecsési régiói polgármester szerint minden jobboldali jelölt a saját programjával foglalkozott, és így sikerült az egyéni körzetekben nyerni.
Hát az eredmények tükrében azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült az egész csapatnak, hát csapatmunka volt, és úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei az ipartestület és a lokálpatrióták támogatásával sikeresen szerepeltek, most már ugye a végeredmény ismeretében ezt nyugodtan kijelenthetem, de azt is el kell mondanom, hogy Vecsésen köszönet illet mindenkit, aki most elindult a választásokon, mert meglehetősen korrekt és mindenkinek a lényegre törő a saját programjával foglalkozó kampánya volt, ami nagyon fontos, úgy gondolom. Tehát mindenki a saját dolgával foglalkozott, a saját programjával. A választók a mi programunkat szavazták meg a legsikeresebbnek, a legjobbnak. Ezt külön köszönöm a választópolgároknak, köszönöm a bizalmat. Minden egyéni körzetben sikerült nyernünk, és értelemszerűen a polgármesterségi titulust is sikerült hát meghosszabbítani a mandátumot, most már 5 évre. Ennek nagyon örültünk, és hát most van az az időszak, hogy 3 választás után talán egy percig, egy napig örülhetünk, de hát aztán a jövőbe kell nézni, mert nagyon sok feladat maradt befejezetlenül, és nagyon jól tudjuk, hogy ezt meg tovább kell csinálni, és szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, szeretnénk folytatni azokat a terveket, azokat a beruházásokat, amelyeket megkezdtünk, és amely miatt most ekkora bizalmat kapott ez a testület, gyakorlatilag minden jelölt bejutott. Ha egy mondatba kellene összefoglalni a következő 5 éves tervét, mit emelne ki? A legfontosabb az, hogy minél jobban tudjuk itthon, tehát minél jobban érezzük magunkat itthon. Itthon Vecsésen, tehát hogy minél otthonosabb és komfortosabb legyen, minél szebb környezetet tudjunk teremteni. Az intézményeink jól működjenek, a MÁV-állomásokat szeretnénk rendbehozni, ezt már régóta mondom. Fontos az útépítés, járdaépítési program, a közterületek, játszóterek megszépítése, és szeretnénk a sportolási lehetőségeket is bővíteni. Ezen felül pedig a Dózsa-Györgyöti rendelő az egy nagyobb falat, amit pályázati pénzből szeretnénk megújítani, és megvannak a gazdaságfejlesztési elképzeléseink a kamarával összehangolva és a Pest megyei önkormányzattal. Ezt az utat szeretnénk követni. Választani tudni kell, hiszen az élet is választások sorozatából áll, hangzott el a múlt héten a Vecsésen megrendezett megyei pályaválasztási kiállításon. A rendezvény a szakmaválasztáshoz szükséges információk megszerzéséhez nyújtott segítséget. Választani jöttünk. Választani tudni kell, az élet választások sorozatából áll. Jól kell választani. Választatok magatoknak egy olyan szakmát, ami tetszik. Választatok magatoknak egy olyan szakmát, amiben jól érzitek magatokat, és tanuljatok jól. A szervezők célja az volt, hogy a 8. osztályt elvégzett diákoknak segítséget nyújtsanak, illetve hogy a munkaerőpiaci igényeket bemutassák. A fiatalok aktuális igényeiről és a pályaorientációs tanácsadásról a Monori Járási Hivatal munkaügyi kirendeltségének vezetője nyilatkozott. Azt gondolom, hogy legtöbben most az informatika bűvöletében élnek, és ezeket az irányokat keresik, hogy merre lehet menni, ebből merre lehet jobbra-balra elindulni, de nagyon sokan térnek vissza a régi szakmákhoz is. Látjuk, hogy a szakképzőiskoláknál is nagyon sokan jelentkeznek, már a tavalyi évben is elindult ez a folyamat, idén ez még erősödött, látjuk, hogy egyre többen keresik őket, de ez nem is baj, én azt gondolom, hogy szükséges visszatérni ezekhez a régi szakmákhoz. Mi a másik oldalát látjuk, azokat az embereket, akik nem találnak munkát, és ők megjelennek nálunk, látjuk az iskolai összetételüket, minden egyéb összetételt, és azt szeretnénk megelőzni, hogy hozzánk kerüljenek. Ezért kerestük a kapcsolatot az iskolákkal, és ezért akartuk azt, hogy ők is megjelenjenek minél több helyen, akár a megyében nézzük, akár országosan, és minél több lehetőséget tudjanak ők is biztosítani az ott helyben lévő gyermekeknek arra, hogy tudjanak választani közülük. Hiszen itt jönnek Mátra vidékéről, Budapest különböző kerületeiből is iskolák, nem csak itt a Vecsési járásból, hanem nagyon sok helyről, és minél nagyobb a lehetőség a gyerekek számára, annál könnyebb a választás is talán. Hogyan látja a fiatalok, hogyan tudnak elhelyezkedni ma Magyarországon? Hát ez most nem könnyű kérdés, azt gondolom egész Európában, hiszen ezzel küzd az Európai Unió, hogy a fiatalok munkába helyezését próbálja szorgalmazni, erre indulnak különböző ifjúsági garancia programok. Mi is ehhez kapcsolódunk hozzá, és ebben szeretnénk most az iskolát elvégzőket majd egy kis segítséggel, egy mélyebb interjúkkal, egy sokkal szorosabb kapcsolatépítésre rábírni arra, hogy keressenek szakmát is maguknak, és minél több felé nyitottabban érdeklődjenek a különböző területek iránt. Mai rendezvény egy roadshow is, és egy workshop is egyben. Mi lesz a következő állomás, és lesz-e következő állomás? Természetesen ez Pest megyében most 8 helyszínen zajlik, majd egymás követő hetek folyamán.
Ezt mondom, 15 éve elindítottuk ezt a folyamatot, és kibővítettük, most már nem csak egy megye, illetve járás vesz részt benne, hanem 8 helyszín, ez majdnem 8 járást is jelent, és minden területen megkerestük a szakképző iskolákat, illetve a gimnáziumokat, az ott jelenlévő középiskolákat, és megkértük, hogy jöjjenek, mutatkozzanak be. Ez most folyamatosan zajlik, megyünk mindig egyik kerül a másikra, és ott folytatódik ugyanez a rendezvénysorozat. Azok, akik nem tudnak részt venni a rendezvénysorozaton, milyen lehetőségeik vannak? Azt gondolom, az a legegyszerűbb dolog, hogyha eljönnek hozzánk a munkaügyi rendeltségekkel. Keressenek fel bennünket, szinte minden járásban ott vagyunk, jelen vagyunk, a legkönnyebben megközelíthető helyeken vagyunk. Kirendeltségeinken működik pálya, orientációs tanácsadás is, akár általános iskolát elvégzettektől kezdve felfele mindenkinek biztosítani tudunk egy-egy tanácsadót, aki tud velük foglalkozni, és utána pedig megpróbáljuk elhelyezni őket mindenképp. Úgyhogy azt gondolom, minket kell, érdemes keresni bennünket. Nagyon fontos kérdésben kell dönteni a pályaválasztás előtt álló diákoknak, melyben a szülőknek is fontos szerepe lehet. Tudtuk meg a Vecsési Járási Hivatal új vezetőjétől. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén először itt Vecsésen, a Vecsési járásban is megrendezésre kerül ez az immár nagy hagyományokra tekintő rendezvény. Ugye ezt köszönhetjük a munkaügyi központnak, illetve a Monori Járási Hivatal szervezeti egységeként működő helyi munkaügyi központi kirendeltségnek. Hát ahogy látható, igen nagy az érdeklődés, ennek nagyon örülünk. Hát bízunk benne, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást tudunk adni az ide látogató diákoknak, tanároknak, és hát bízunk abban is, hogy azért a szülők is ellátogatnak erre a rendezvényre, hiszen olyan fontos kérdésben kell döntést hozni ezeknek a diákoknak, amiben azért szerintem a szülőknek is nagy szerepet kell, hogy vállaljanak. Lesz-e hagyományteremtő szándék? Abszolút, én azon vagyok, hogy ez egy rendszeres rendezvény legyen, és minden évre megrendezésre kerülhessen. Azt gondolom, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel ebben joggal bízhatunk a jövőben is. A belügyminisztérium összesen 260 millió forint értékben biztosított támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek részére. Ebből az összegből a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság területén működő egyesületek közül 16 millió forint értékben összesen 20 egyesület, közöttük is a televíziónk vételkörzetébe tartozó Gyömrői, Kókai, Nyáregyházi, Sűsápi, Tápiógyörgyei, Tápiószecsői és Üllői önkéntes tűzoltó egyesületek nyertek. Részükre az érintett települések polgármesterei képviselő jelenlétében adták át az eszközöket a Ferihegyi úti bázison. A központi költségvetési törvény a belügyminisztérium részén a fejezeti előnyezett kezelés keretében az önkéntes tűzoltó egyesületek részére támogatást tud nyújtani. Ezt a támogatást a belügyminisztérium országos katasztrófai főigazgatóság főigazgatója döntésének megfelelően, mint pályázatkezelő az országos katasztrófai főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen tudták egy önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai munkájának fejlesztésére fordítani. Minden évben megvan ez a pályázat, ennek azonban a mértéke most jelentősen megemelkedett. 260 millió forint, országosan 260 millió forint értékben tudnak az egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési, hagyományőrzési, vagy egyéb eszközellátottságban, vagy akár a képesítések megszerzése vonatkozásában pályázni, és ebből Pest megyében 16 millió forint értékben kerül különböző eszközök, vagy éppen egyéb képzésre vonatkozó költségek, üzemeltetési költség, laktanyfelújítás, szertár, építés, felújításra vonatkozóan pályázatok kiosztása. Gyakorlatilag a pályázat természetesen kötött, hiszen tűzoltási műszaki mentési tevékenységet végeznek ezek az egyesületek, és ezek az egyesületek a hivatás tűzoltó parancsnokságokkal együttműködési megállapodásban teszik a dolgokat szakmailag kiválóan, és azt gondolom, hogy idei évben már nem csak maga az összeg emelkedett az elmúlt sok évhez képest, hiszen 120 millió euró 260 millió forintra növekedett az utóbbi két évben, hanem arról is van szó, hogy gyakorlatilag új elemek kerültek bele, amely például az üzemeltetés megsegítése az egyik legnagyobb problémát jelenti az egyesületeknek, hogy a mindennapi működésben mivel tankolják és milyen költségek merülnek fel, mondjuk ahhoz, hogy egy tűzoltógépen a helyszínen tudjanak menni, és a lakosnak ilyen ügyesen, ahogy tették, és hatékonyan segítséget nyújtani. Az egyesületen mennyire használják ki az ilyen lehetőségeket? Azt gondolom, hogy maximálisan odafigyelnek erre. 21 egyesület érintett a mai pályázati elemek átvételében. 21 egyesületen kívül azért hál' Istennek Pestmegyében sokkal több egyesületünk van, de ez a 21 egyeset az, aki aktívan részt vesz a mindennapok során a tűzoltási tevékenységben is, de ugyanakkor a többi egyesület is segítenünk kell, hiszen közel 40 ilyen egyesület van Pestmegyében, akik a tűzoltás műszaki mentés, hagyományőrzés, ifjúságnevelés tekintetében is igyekeznek minél jobban teljesíteni. Ezek az egyesületeknek, vagy ezek az egyesületek
fejlesztése is kimagasló és fontos szempont. És ugye idéntől egy új elem került be a rendszerbe, ugye a szakmai munkájukat tényleg kíván teljesítő egyesületek most már évtizedek óta mutatják, hogy milyen alapos és a hivatásos munkával összhangban hogyan lehet közösen jó eredményeket elérni. Bizony látszik az, hogy ezt az eredményt évről évre szakmailag jól megalapozottan tudják teljesíteni, és tényleg nagy önkéntes szerepvállással, amit fokozottan azt gondolom, hogy figyelni kell, és ki kell emelni, hogy ez egy óriási teljesítmény részükről. Milyen eszközöket kaptak most a tűzoltók? Számtalan eszköz van, ugye a tűzoltóságok fejlesztése minden esetben, hiszen minden eszközre szükségük lenne, így a védőfelszerelések, vagy éppen a tűzoltási műszaki mentéshez alkalmazott eszközök, legyen szó, hogy műszaki mentésnél mondjuk egy jelentősebb viharos időben fakivágás vagy gajazáshoz használt láncfűrészeken keresztül, ugye a védőfelszereket említettem, bevetési védőruházatok, légzésvédelmi felszerelés, vagy mentőkötelek, vagy tömlők, amik a mindennap során bizony jelentős igényét vannak kitéve, és a tömlő jelentős fogyóeszköz, de ugyanúgy támogatást kapnak a képesítések megszerzéséhez, a különböző képzettségek megszerzéséhez, a beiskolázási rendszerben, ugye a tanfolyamok elvégzéséhez is többek között. Most Üllői híreinkkel folytatjuk. Az üllői polgármester a kampány során nem tett ígéreteket, de mint mondja, az egészségügy reformját, egy új óvoda és a kerékpárutak építését, valamint a munkahelyteremtést a következő ciklus fő céljainak tartja. Jelen pillanatban én azt mondom, hogy nagyon boldog vagyok. A polgármestereknél általában ez az időszak az, amikor komoly megmérettetés alá esnek. Jelen pillanatban hárman indultunk a képviselői, illetve a polgármesteri széké. És hát én úgy látom a Hír TV képújságából, hogy magas százalékkal sikerült nyernem. És hát ezt a lakosságnak köszönhetem. És úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban azért képviselőtársaimmal bizonyítottunk, és nagyon jó érzés, hogy most ők osztályoztak bennünket, elsősorban engem, és hát a következő 5 évre ismét bizalmat szavaztak nekem. Szívből köszönöm, és hát mindent meg fogok tenni azért, hogy az elkövetkezendő 5 esztendőben is hasonló eredményeket tudjunk elérni, és bízom abban, hogy a lakosság a 5 év alatt is támogatni fog, civil szervezetek segítik majd a munkámat. Én a kampányomban sem ígérgettem, felelőtlenül nem szeretek, nagyon jól tudom, hogy milyen változások előtt állunk, és nem is pályázati lehetőségek lesznek, hanem már a megye fogja biztosítani számunkra a különböző elképzeléseinkre a forrásokat. És hát ezek még nagy kérdőjelek. Céljaink vannak, tehát az egészségügy megreformálása ugye, az elindult az éjszakai ügyelettel. Hamarosan az 5. praxis most már tényleg beindul, hiszen a feltételeket megteremtettük. És hát a következő esztendőben pedig magára az egészségügyi épületre kell komoly forrásokat fordítanunk, hiszen liftet kell beépítenünk ahhoz, hogy egyéb szakrendeléseket is el tudjunk indítani. Természetesen sokan beszéltek már arról, hogy kerékpárutakra van szükségünk, óvodát kell majd építenünk, hiszen nagy öröm számunkra, hogy a város lélekszáma, a gyermekek lélekszáma folyamatosan emelkedik. Jelen pillanatban 5 tagovoda működik, és mind telt csoportszobákkal. Tehát célok vannak, nagyon fontos, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni, és hát ennek érdekében az ipari parkokra nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Úgyhogy én bízom abba, hogy amit az elmúlt esztendőkben meg tudtunk valósítani, azon az úton fogunk tovább haladni. Még egyszer köszönöm a lakosoknak, nagyon boldog vagyok, és úgy érzem, hogy most tényleg elérkezett az a pillanat, hogy díjazták a munkámat, és én pedig továbbiakban is szolgálni fogom a várost. Október 10-én átadták az Üllői Baba Rózsa bölcsödét. Az ünnepi esemény a Pest megyei közgyűlés elnökeként utolsó hivatalos intézmény átadója volt dr. Szűcs Lajosnak. A politikus az elmúlt 8 esztendő fő jellemzőinek, illetve sikereinek a térségi munkahelyteremtést, az intézmény fejlesztést és az útépítéseket nevezte. A kollégáimtól kaptam egy könyvet, amiben 2922 napról szóló emlékeket gyűjtöttek össze.
El sem tudom mondani, hogy hány rendezvényen voltunk, de közel 1500-2000-en biztos voltunk így közösen. Majdnem 10 000 fénykép közül választottak a könyvbe. És hát azt hiszem, hogy itt az elmúlt 8 évben tényleg nagyon sok mindent sikerült elérnem. Köszönöm a jó Istennek, a sorsnak, meg a választóknak, hogy segítettek ebben a dologban. Én azt hiszem, hogy ha számot vetünk, akkor én azt hiszem, hogy egy sikeres 8 évről tudunk beszámolni. Annak a pályázatnak az elbírálásában is részt vehettem, amit az Üllői önkormányzat nyújtott be a KMOP-s pályázatra. Az még megelőzte azt, hogy én itt országgyűlési képviselő lettem, úgyhogy érdekes volt végig kísérni azt a folyamatot, amivel a település pályázott, nyert, közbeszereztetett és megépítette ezt a bölcsödét. Mi a jövő? A jövő parlamenti képviselőként ennek a 8 településnek a képviselete. Én azt hiszem, hogy a feladatok száma az nem csökkenni, hanem nőni fog. Több idő lesz arra, hogy a településekkel tudjak foglalkozni, meg a parlamenti munka is átalakul, tehát a parlamentben is többet kell majd dolgozni. A Költségvetési Bizottságban megyei elnökség nélküli első napon nagyon fontos törvényekről, például a tavalyi évi zárszámadásról fogunk tárgyalni. Országos szinten a 107 új bölcsődére, a több ezer bölcsődei férőhelyre összesen 28 milliárd forintot költött a kormány. Az elmúlt években több száz olyan település volt Magyarországon, ahol hasonló párbeszédek hangzottak el a polgármesteri hivatalokban, hiszen az elmúlt 4 évben az Európai Uniós forrásoknak, illetve a kormány támogatásának köszönhetően, illetve nagy részben, illetve jelentős és nagy részben az önkormányzatok önrészeinek biztosítása által 107 új bölcsőde jött létre, és több ezer férőhely is megújult. Összesen 6000 új bölcsődei férőhelyről beszélhetünk, és 4800 olyan bölcsődei férőhely van, ami megújult. A Baba Rózsa bölcsőde gyakorlatilag mindkét számban érintett, hiszen itt új férőhelyek is létrejöttek, illetve megújult is 48 férőhely. Úgyhogy ezt szívből gratulálok Önöknek, és ahhoz is, hogy ilyen rövid idő alatt meg tudták valósítani ezt a beruházást. A kormány itt az elmúlt 4 évben gyakorlatilag másfélszeresére emelte a bölcsődei férőhelyek számát, 28 milliárd forintot költöttünk bölcsőde fejlesztésre. Ugyanakkor szeretném elmondani Önöknek, hogy nem csak a bölcsődik létrehozása, illetve a férőhelyek megújítása, ami fontos, hanem nyilván nagyon fontos lépés, illetve nagyon fontos feladat ennek a fenntartása is. Ennek érdekében idén 2014. január 1-től egy új finanszírozási rendszerre álltunk át. Idei évtől már nem a bent lévő gyermekek után kapják az állami támogatást a bölcsödék, hanem a beiratott gyermekek után, ami gyakorlatilag 20-30%-os finanszírozás növekedést jelent. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy ezeket a gyönyörű szép új bölcsödéket kicsit könnyebben tudják fenntartani az önkormányzatok. És hát nem szabad megfeledkeznünk a bölcsödékben dolgozókról sem, a kisgyermeknevelőkről, akiken azt gondolom, hogy nagyon sok múlik, mikor a gyermekeinkre gondolunk, mikor arra gondolunk, hogy mi dolgozónők, kiknek a kezeibe adjuk át a gyermekeinket. Úgyhogy emiatt is az ő helyzetük javítása érdekében ugyanígy 2014. január 1-től bérpótlékot vezettünk be, ami 9-10 000 forinttal átlagosan növelte az ő fizetésüket. A bölcsőde ünnepélyes átadásán a helyi polgármester a lehetőségek bővüléséről és az ezekkel együtt járó többletfeladatokról is beszélt. Nagyon örülünk, hogy ezeket az ünnepélyes pillanatokat ismét közösen átélhettük, vagy átérezhettük. 48 férőhelyet 50%-kal tudtuk bővíteni, tehát jelen pillanatban 72 főre bővül a lehetőségünk. Hát sajnos nem tudunk minden gyermeket még felvenni, hiszen 50 gyermek áll sorba, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés, és hát a város büszke lehet arra, hogy ezt is meg tudtuk valósítani. Örömmel mondtam a tájékoztatomba, a beszédembe, hogy a szomszéd ingatlant meg tudtuk a beruházás folyamán vásárolni, és ez borzasztó sokat jelent, hiszen
nagyon keskeny volt itt a bölcsödének a bejárata, így magát a területet is egy kicsit meg tudtuk növelni. És hát ez plusz munkát is eredményezett, hiszen az ingatlannak a homlokzati, hátsó homlokzati falát fel kellett újítani, borzasztó állapotban volt, ugye a tetőszerkezetet, a csatornát is meg kellett javítani, tehát lettek plusz feladataink, de ezt boldogan tettük, hiszen ez az ingatlan az, amit jövőre talán komoly költségvetés megvizsgálásakor komoly fejlesztés alá kell vonjunk, hiszen egy régi polgári épületről van szó, és hát évek óta hiányzik a honismeretnek egy olyan helye, ahol azokat az eszközöket, összegyűjtött értékeket el fogjuk tudni helyezni. Remélem, hogy jövőre 10 éves lesz a város, és a következő képviselőtestület ennek helyet fog biztosítani. A lehetőség itt van, és hát büszkék vagyunk, hogy a vagyonunkat ismét gyarapítani tudtuk. Az intézményvezető a változások mellett a birtokba vétel és a 6 új státusz fontosságát is megemlítette. Nagyon-nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk ma. El sem hisszük ezt az óriási nagy változást, amin a bölcsöde évek alatt keresztül ment. Ez nekünk egy meseország, úgyhogy alig várjuk azt, hogy birtokba vehessük majd. 6 státusszal bővül a lehetőségünk, 6 kisgyermeknevelő és gondozó fogja majd elkezdeni a munkát. Várhatóan mikor? Arra számítunk, hogy a Mikulás az már ide fog bekopogtatni az ajtón. A projekt nehézségeiről, de az energiatakarékos rendszerről is beszélt kameránk előtt a kivitelező képviselője. A munka az egy részleges bontással kezdődött, a régi épület bontásával. A bontás során kiderült, hogy a meglévő épület vizesedik, tehát rögtön az elején egy olyan probléma volt köztünk, amit orvosolni kellett, úgyhogy a régi épület szárny egy utólagos vízszigetelést kapott a főfalazat és a háttérfalazatok mögött. Leszigeteltük a teljes ajzatot, felújítottuk a teljes első részt, és kibővült egy hátsó épületszárnya. Ez körülbelül ugyanakkora, mint az első épület, ami volt. Beépült ennek a tetőtere. Különleges kialakításban energiatakarékos rendszer épült ki, egy kondenzációs kazánnal fűtjük az épületet, és a meleg vizet pedig napkollektor szolgáltatja. Az ablak nélküli helyiségekben, vagy az árnyékosabb helyiségekben természetes fénycsatornák vannak beépítve, amelyek így a világítási számlákat tudják csökkenteni. A világítási számlák csökkentése még az automata világítási rendszer, ami jelenlétérzékelőket és fényerőszabályzót tartalmaz. Tegnap mondhatjuk, hogy túl lettünk az épület átadásának nehezén, ma már az ünneplés volt. Vissza kell jöjjünk néhány javítási és elmaradt feladatot elvégezni, közben a háttérben zajlanak már a használatba vételi engedélyhez szükséges eljárások. Én azt gondolom, hogy a használatba vételi eljárás az még a mi feladatunk, ennek a segítése, ez körülbelül egy olyan 2 hetet fog még igénybe venni. Az ünnepségen Kun Mária református és Kovács Kornél katolikus lelkipásztor is megáldotta, majd felszentelte a bölcsődét. Ezután a helyettes államtitkár, az országgyűlési képviselő és a polgármester adta át a bölcsődét, végül pedig a templomtéri napraforgó óvoda műsorát tekintették meg az ünneplő üllőiek. Mondd kedvesen, miért vagy ma ilyen szomorú? Tudod, vissza kellene mennem dolgozni, de nincs hely a bölcsiben, Timikét nem veszik fel. Ne szomorkodj, ma még csinálok valamit. Kezét csókolom, Pancsi. Jó napot kívánok! Kérem, jelentsen be a polgármester asszonyhoz. Már is szólok neki. Gréta, Rauser Fülup úr szeretne beszélni. Engedd be, kérlek. Kezét csókolom, polgármester asszony. Jó napot kívánok, miben segíthetek? A kislányomat nem veszik fel a bölcsödébe, pedig a feleségemnek vissza kellene menni dolgozni. Legyen nyugos, segítünk. Pancsika! Légy szíves, szólj a gazdasági igazgatónak, a városi főépítésznek és a
pályázat figyel munkatársunknak, hogy várom őt. Kérek szépen titeket, Effi, Péter és Zsombor. Gyertek át, mert a polgármester asszony szeretne beszélni. Bővítenünk kell a bölcsödét, segítsetek! De gyorsan, mert sürgős! Mindent megpróbálunk! Mindent megpróbálunk! Kérlek titeket, gyertek át, a polgármester asszony vár titeket. Azonnal megyünk! Elkészítettem a tervet, most már csak a város lakosságával kell elfogadtatnunk. Én megtaláltam uniós pályázatot, átad ide, be is beleférünk. Átnéztem a gazdasági helyzetünket, uniós támogatással belekezdhetünk. Akkor gyorsan elkészítem a tervet az építési vállalkozóknak is. Nem hiába vagytok ti az én munkatársaim, de rég munkát végeztetek, köszönöm. Pancsika, légy szíves, szól Dánielnek. Én szeretném vele közölni a jó hírt. Kérem, Dániel, fáradjon be a polgármester hivatalba. Jó napot kívánok! Örömmel tájékoztatom, hogy ön a nyertes. Bővítheti a bölcsödét. Köszönöm a bizalmat. Ígérem, hogy határidőre elkészülünk, és szép lesz az épület. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Látod, milyen szép lesz, de jó lesz majd itt Timikének. Eredményes a fokozott rendőri jelenlét, ugyanis immáron az egész ország területére kiterjed az az intézkedés, amely több hónapon keresztül 5 megyében biztosította a közterületeken a 24 órás rendőri jelenlétet. A program végrehajtása során a tervezett szolgálatos állományon felül túlról a terhére végeznek járőrözést a helyi rendőrök. A program 2014. július 1-jével vált országossá. Pozitív hatásai szinte azonnal érezhetőek voltak a rendőri jelenlétnek. A bűnügyi és közbiztonsági helyzet folyamatos elemzését követően a Monori rendőrkapitányság illetékességi területén a nap 24 órájában minden településen megjelennek a rendőrei. A rendőrkapitányságok és a körzeti megbízottak munkáját szükség esetén a készenléti rendőrség munkatársai segítik. A szolgált egy részét gyalogosan teljesítik a rendőrök, így közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek a települések lakosaival, jobban megismerhetik a helyiek problémáit, javítva ezzel a rendőrség és az állampolgárok közötti kapcsolatot. A lakosság részéről érkező visszajelzések alapján a fokozott rendőri jelenlét rendkívül hasznosnak bizonyul. A rendőrök a munkába bevonják a helyi polgárőröket is. A közterületi jelenlét jelentősen javítja az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét, és hatékony fellépést tesz lehetővé a helyben jelentkező problémákkal szemben.
A monori rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületen elkövetett bűncselekmények és a közlekedési balesetek száma jelentősen csökkent. A 19 megyés program keretében a rendőrök több olyan szemét fogtak el, akiknek valamely hatóság körözését már korábban elrendelte. Most gyáli híreink következnek. Nagyon sok munkánk van a mostani önkormányzati sikerben, mondta el televíziónknak a régi új gyáli polgármester. Pápai Mihály szerint nem csak 4, illetve 5 évben kell gondolkodni, hanem hosszabb távra kell tervezni. A város vezetője a most következő interjúban megfogalmazta a választási sikertitkát is. Az önök stúdiójában is elmondtam, hogy 3 dologgal lehet jellemezni, munka, munka és munka. Kampányát hogyan értékeli? Hát a kampányomat úgy értékelem, hogy mi nem az utolsó pillanatban álltunk össze, nem egy akciópárt vagyunk, 1990 óta vagyunk felelhetők a városban, azóta bent vagyunk a képviselőtestületbe, irányítjuk, építjük és fejlesztjük a várost. Én azt gondolom, hogy nagyon sok munka van ebben, amit elmondtam, nem csak a képviselőknek, hanem a hivatal összes dolgozójának, hiszen az elmúlt 4 évben nagyon nagy rendszerek alakultak át, ha csak a közoktatásról beszélek, a hivatali életről beszélek, a közigazgatásról, és én azt gondolom, hogy mindez mellett olyan alapokat tettünk le a városban, mint például a városközpont, ami nem elvehető, és végre már van egy városközpont, a várva várt Vecsési útat sikerült megcsinálni, a Deák Ferenc utcán a Zebrával, 260 millió forintért egy bölcsödét duplára bővertük a létszámot, 100 főre iskoláknak apróbb fejlesztéseket, és hát hogy is mondjam, nem 4 évbe gondolkodunk, hanem 5-be, 10-be, és ez adja meg azt a lehetőséget és szerintem a lakosság bizalmát a mi irányunkba, amit ezúton is nagy tisztelettel megköszönök mindenkinek, nem csak azoknak, akik ránk szavaztak, mert én azt gondolom, hogy akik meg nem ránk szavaztak, azok meg szükségesek, hiszen az embernek kell egy kontroll, és kontroll nélkül nem működik a dolog, szükség van rájuk. Egy mondatba kellene összefoglalni, a következő évre mit tervez? Hát ugyanaz, mint az első 4 évben. Munkát, munkát és munkát. Most televíziónk vételkörzetében található további települések hírei következnek. A 12 éven át tartó eredményes munkának és a kampánynak tulajdonítja teljes győzelmet az önkormányzati választásokon Tabányi Pál. A maglódi polgármester a következő 5 esztendő terveiről és céljairól is beszélt. Én úgy gondolom, hogy annak a több mint 4 éve, inkább azt mondom, 12 éve tartó munkának, és hát annak a kampánynak, amit mi folytattunk, nem kívántunk senkit semmilyen módon megbántani, megsérteni. Mi a munkára, a programokra, a céljainkra koncentráltunk, és meghozta az eredményét. Úgy tűnik, hogy a Facebook nagyon fontos dolog, de a mocskolódást az emberek nehezen viselik. Mi azt mondtuk magunkról, sokan nagy képviséggel vádoltak, hogy mi vagyunk a legerősebb csapat, és ez az erő igazából a támogatóktól, a civil szervezetektől, a pártoktól jött, de természetesen emögött, a támogatás mögött ott volt a maglódi ember, a maglódi lakosság, és hát nekik szeretném elsősorban megköszönni, hogy ilyen vártnál jóval nagyobb arányban sikerült megnyernünk ezt a választást. Polgármester úr, az öröm 1-2 napig tart, aztán 5 évig megint kemény munka következik, melyek a célkitűzéseik? Hát el szokták mondani ilyenkor, hogy a kampány az a választás másnapján kezdődik, és tart a következő választásig. Mi úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy azt a programot, amit magunk elé tűztünk, meg tudjuk valósítani. Tehát meg kell, hogy építsük Maglód 3. óvodáját, 2. iskoláját és 1. bölcsödéjét. Ezért fogunk dolgozni, természetesen sok minden egyéb mellett. A lakossági fórumokon sikerült megértetni, mit szeretnénk a következő 5 évben, mondta el televíziónknak a Vasadi polgármester, aki a 2/3 többség tudatában a jövő beruházásairól is tájékoztatott. Megdolgoztunk az eredményért, több lakossági fórumot tartottunk. Vasat valamilyen szinten a többi településtől eltérő, mert nekünk nagyon kiterjedt a külterületünk, tehát ott is tartottunk egy lakossági fórumot. Hála jó Isten, a lakosság megértette, amit mi szerettünk volna feléjük célozni. Elmondtuk a polgármesteri programomat, elmondtuk a következő 5 éves ciklusnak a programját. Ígértünk néhány olyan dolgot, amik az ő életük szempontjából olyan változást hozhat, ami az eredményeket is indokolta.
Tulajdonképpen jó pár beruházásnak szeretnénk neki rukkolni. Reméljük, hogy lesz hozzá energiánk, illetve a kormányzati segítségünkre lesz. Utakat szeretnénk a külterületen építeni, illetve a hivatal épületét szeretnénk felújítani. A ravatalozó felújítása az útban van, tehát ilyen nagy tervekkel indulunk a következő 5 éves ciklusnak. Ezúton is köszönöm a lakosság bizalmát, hiszen kétharmados többséggel nyertem. Úgy tűnik, hogy a lakosság megértette, amit mi szerettünk volna feléjük közölni. Megértették a programunkat, és bízom benne, hogy 5 év múlva egy sikeres ciklust tudunk zárni, és az ígéreténkhez méltán be tudjuk váltani azokat a dolgokat, meg tudjuk valósítani, amelyek jelen pillanatban csak papíron szerepelnek. A most következő percekben a helyi aljegyző fontos közérdekű információra hívja fel a vasadiak figyelmét. Szeretném felhívni a tisztelt vasadi lakosság figyelmét, hogy tüdőszűrés lesz Vasadon október 31-től november 5-éig a művelődési házban. Pénteken 31-én 8-tól 13 óra 30 percig, november 3-án hétfőn 11 óra 30 perctől 17 óra 30-ig, november 4-én kedden megint csak délelőtt 8-tól 13 óra 30-ig, és november 5-én szerdán 11 óra 30-tól 17 óra 30 percig. 40 éven felülieknek a tüdőszűrés ingyenes, 40 éven aluliaknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár úgy rendelte el, hogy ez 1700 forint. Új digitális tüdőszűrőgépek költöznek ebből az alkalomból Vasadra. Azoké a pécelieké a siker, akik szerint rászolgáltam a bizalomra. Teljesíteni kell, ez a lényeg, mondta el televíziónknak Szőlősi Ferenc, régi új polgármester. Várakozáson felül sikerült ez a kampány, és ez nem az én érdemem. Ez azoknak a péceli embereknek az érdeme, akik megtiszteltek most 2014-ben is a bizalmukkal, és én megígérem, rá fogok szolgálni erre az elkövetkezendő 5 évben is. És igazából ugye egy polgármester az egy ember. Ha nincs mellette az a segítő stáb, az a sok jó akaratú ember, aki egy ilyen kampányt végigvisz, akkor semmilyen eredményt nem érhettem volna el. Magam lennék. És most a 8 körzetünkből 7 körzetet a 21-19 egyesület megnyert torony magasan. Ez a mostani választás szerintem a legeklatánsabb példája annak, hogy nem nagy szavakat kell hangoztatni, nem egymás ellen úszító propagandát folytatni, teljesíteni kell, eredményeket kell felmutatni, és így lehet nyerni szerintem. Következő évre mik a tervei? Amit a lehetőségeink engednek elsősorban, vannak saját elképzeléseink természetesen, amit mindenképpen meg fogunk valósítani. Sokan megpróbálják meggátolni a katasztrófavédelem megvételét, meg fogjuk venni. Sokan próbálják akár népszavazással megakadályozni vasúti felüljáró megépítését, ami összekötni a két település részt akadálymentesen, ezt is meg fogjuk valósítani. És aztán amire nagyon számítok, az a 2014 és 20 között EU-s pályázati időszak, ami lehetőséget ad munkahelyteremtésre, és egy olyan logisztikai központ létrehozására, ami tervbe volt, de nem rajtam múlik, és ezért nem ígérhettem meg a választóknak. Rengeteg feladata van a Péceli Szociális, Köznevelés és Közművelődési Irodának. Az óvoda, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, de a könyvtár is az iroda hatáskörébe tartozik. A széles tevékenységi körről az irodavezető tájékoztatta televíziónk nézőit. Az az állampolgár, aki ide belép, az sokrét ügyeket tud intézni. Egyszer például a szociális ügyek tekintetében az új nevén önkormányzati segélykérelmet tud benyújtani. Ez a régi szóhasználatban lehet temetési segély, lehet eseti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ezen kívül tudunk segíteni a pészeli polgároknak lakásfenntartási támogatásban, különböző segélyekben, tudunk segíteni óvodáztatási támogatásban, és a lakásukhoz lévő úgynevezett védett fogyasztói státusz igazolásában. Egy másik oldalról foglalkozunk a közfoglalkoztatottakkal, közhasznú munkásokkal, ezeknek a felvételével, engedélyeztetési eljárásával, ez egy nagyon sokrétű feladat.
A köznevelési rendszer 2013. január 1-től jelentősen megváltozott. Pészelváros egy óvodát 3 tag intézménnyel működtet, és egy bölcsődét is, tehát az óvoda tartozik ide. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, amely nagyon szoros kapcsolatban áll a szociális ügyekkel, valamint a közművelődési oldalról a Lázár Ervin Városi Könyvtár Szemere Pál Művelődési Ház. Ennyi temérdek feladatot hány emberre végeznek el? Az irodánknak a létszáma minimális, 2 fő szociális ügyintéző, 1 ügykezelő és folyamatosan közhasznú dolgozó segíti a munkánkat, és természetesen az irodavezető is ennek az irodának a részese. Azon kívül az iroda tevékenységi területébe tartozik a sportreferensi munkakör megbízási szerződéssel. Ez annyit jelent, hogy a város, a civil szervezetek, a sportegyesületeknek a sportját, a tömegsportját intézzük, próbáljuk koordinálni, szervezni a lakosság megelégedésére. Az itteni ügyeket helyben tudják elintézni, vagy van-e olyan, amiért esetleg távolabb kell elmenni? Önmagában az ügyeknek a döntő része itt az irodán történik, tehát az aláírásra, a döntésre való előterjesztés. A házon kívüli munka annyiban realizálható, hogy több alkalommal kell úgynevezett környezettanulmányt végezni, ahol a szociális ügyintéző kollégáink mennek. Jellemző viszont az, hogy külsős megkeresés, tehát NAV, rendőrség, nyugdíjbiztosítás keresi meg az irodánkat azzal, hogy környezettanulmány vagy a lakhatási családi viszonyokra adjunk úgynevezett környezettanulmányi segítséget az ő kérelmük, az ő munkájuk elbírálásaképpen. A PC-le mennyire használják ki az irodának a szolgáltatásait? Nagyon sok pénzszeren az irodánk tevékenységi, illetékeség és hatáskörébe tartozó ügy, tehát mi úgy érezzük, hogy ügyfélfogadáson nagyon-nagyon sokan eljönnek. Ez körülbelül azt jelenti, hogy egy picit hivatalos szeretnék lenni, hogy általában 1200-1300 ügy az, ami az iroda területi és illetékességi körébe tartozik, és azért sokkal több gondozást jelent, mert egy-egy ügy alatt azért mi hivatalos nyelven sokkal több alszámmal találkozunk, tehát ennyi az, amivel a kollégáink évről megbirkóznak. Mikor vannak az ügyfélfogadások? Az ügyfélfogadás teljes mértékben igazodik a hivatal ügyfélfogadásához, tehát ez azt jelenti, hogy a hétfői napon délután egészen 17:30, gyakorlatilag az ebédidőt kivéve szerda egész nap, és a pénteken délelőtt várjuk az ügyfeleket. Mikor van úgymond hold szezon, és mikor van csúcsforgalom? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igazán mindig sokan vannak, de ha egy picit ebben lehet tagolni, akkor azt kellene mondani, hogy általában a nyár, tehát a tanítás, a nevelési évnek a kezdetelét sokan vannak, tudnék, akkor egy óriási csomagunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásoknak a megújítása, hosszabbítása, amennyiben a családok erre igényeiket beadják és jogosultak rá. Ennek ott van jelentősége, hogy a gyerekek attól függően, hogy óvodába, általános iskolába, illetve középiskolába járnak, és jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, ez étkezési kedvezmény, különböző mértékű étkezési kedvezményt, illetőleg tankönyvtámogatást biztosít a számukra. Természetesen furcsa hallani azt, hogy tankönyvtámogatás, de talán a lakosságnak is ismert, hogy az úgynevezett állami tankönyvtámogatás, amelyet folyamatosan a teljes általános iskolai korosztályra kikívánnak terjeszteni, ez még nem mindegyik évfolyamra, például a 3. évfolyamtól még emelentlen évben nem hatályos, tehát valóban a családoknak, az arra rászoruló családoknak szükségük van a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra. Folyamatos munkát, és azt kell, hogy mondjam, lakossági jelenlétet igényel az úgynevezett lakossági fenntartás, a lakosságnak a különböző közmű szervezetek felé lévő támogatása. Ez lehet a gázhoz való hozzájárulás, az elektromos energiához való hozzájárulás. Ezzel kapcsolatosan is nagyon nagy az ügyfélszám. Van esetleg olyan dátum vagy figyelmeztetés, amire szeretné felhívni a lakosság figyelmét? Mindenképpen arra, hogy az iroda
jogszabályok szerint dolgozik. Ez a jogszabály pontosan két részű. Az eddig a törvények, kormányrendeletek és illetékes minisztériumi rendeletekből adódik, a másik pedig Pécelváros önkormányzata helyi rendeletéből. Tehát az iroda munkatársai akkor tudnak egy kérelmet korrektül elbírálni, hogyha a kérelemben lévő minden igazolások rendelkezésünkre állnak. Ez mind a két félnek jó, mert jó a lakosságnak is, hogy a határidőn, tehát az eredeti határidőn belül a kérelmüket megnyugtatóan tudjuk rendezni, és természetesen az ügyintézőknek is, hogy egy ügyel nem kell több alkalommal vagy hosszabb időben foglalkozni. Az általunk használt nyomtatványokra véleményünk szerint minden legfontosabb részben kérdő mondattal, részben pedig tájékoztató mondattal minden egyes információ rajta van, tehát a lakosság abban tud nekünk segíteni, hogy a kérelmeket a legjobb tudása szerint az összes meglétekkel együtt pontosan kitölti. Az iskolai, ifjúsági és egyesületi sportért, vagyis egész Pécel sportjáért felel az irodához tartozó sportreferens, aki a helyi sportolási lehetőségekről is beszélt kameránk előtt. Vannak iskolák közötti rendezvények, van három általános iskola, van két középiskola, úgyhogy közöttük rendszeresek az események most már. Mennyire nehéz összeszedni az iskolákat egy ilyen eseményre? Hát nem olyan könnyű egyébként, mert nyilván egyeztetik a programot, iskolai elfoglaltságokat, de én úgy érzem, hogy azért biztató jelek vannak, tehát egyre több olyan rendezvényt van szervezni, hogy az iskolák teljesen aktívak, gyerekek is talán egyre többen részt vesznek. Most már tudunk egyeztetni testvéri tanárokkal, hogy milyen eseményeket szeretnék én, mit szeretnének ők, mert nyilván nem lehet határon úton megmondani, mi legyen ebben a városban. Vannak kívánságaik nekik, akkor azt próbálom teljesíteni. Mióta foglalkozik sporttal, testneveléssel? Hát testnevelési egyetemet végeztem olyan régen, több mint 40 évvel ezelőtt. Voltam főállású úszóedző sok éven keresztül. Tanítottam általános iskolába, tanítottam középiskolába, onnan mentem nyugdíjba. Közben voltam a sportcsarnok vezető Szentesen 5 éven keresztül. Úgyhogy lényegében minden sportod mindig életem része volt. De már pici gyerekkoromtól kezdve. Mennyire lett fontos tárgy a testnevelés? Nincs legtöbb tapasztalataim, azért mindig meg kellett küzdeni részben a kollégákkal, iskola vezetéssel is, hogy fogadják le testnevelés teljes értékű tantárgynak. Úgyhogy most az heti öt testnevelési órával remélem, hogy valami megváltozik, de nem olyan könnyű. Én úgy érzem, hogy például nincsen létesítmény, elegendő iskolába itt Pécelen se, rengeteg felújításra váró létesítmény van itt is, új tornatermet építeni, uszodát kellene létrehozni Pécelen, tehát az egyre növekvő tesőórákat nem tudják megoldani az iskolán belül. Ilyen kényszerhelyzetek vannak csak. Felnőtt egy olyan generáció, aki inkább a számítógépet részesíti előnyben. Ilyenkor mit lehet tenni, hogyan lehet őket rávenni arra, hogy inkább sportoljanak? Hát nagyon nehéz. Vissza még az én időmben, annak idején nem voltak diszkók, nem voltak minden hétvégén bulizások. Tehát sokszor nem vállalják azt, hogy szombaton vasárnap sporteseményre menjenek, mert hát pénteken buli van, szombaton buli van, héten elmesélik, hogy mi történt a bulin, és ahogy növekednek a gyerekek, annál nehezebb őket rávenni a sportra. Éppen volt egy rendezvényünk, hogy óvodások megjelentek tömegesen az autómentes napon, és ahogy növekedtek a gyerekek, korosztályos versenyek voltak, egyre kevesebb részvevő volt. Milyen olyan rendezvények vannak itt Pécsen, ami kiemelkedően a sporttal foglalkozik? Hát van jó néhány egyesület, azt a többség nyilván tudja. A labdarúgó szakosztály nagyon sok gyereket foglalkoztat, van karate szakosztály, a dudans tánc együttes is rengeteg gyereket foglalkoztat, vannak cselgáncsosok, aztán rengeteg táncos foglalkozás van. Hála Istennek van egy nagyon jó felépített edzőterem itt Pécelen. Úgyhogy van jó néhány lehetőség, de lehetne több is. Érdekes módon a futballon kívül a többi labdajáték az nem annyira él. Próbálkoznak kézilabdával, kosárlabdával, de igazából magasabb szintre még nem jutottak el, hát remélem, hogy később erre is sor kerül. Mi lehet a megoldás erre? Hát nem tudom, nyilván úgy gondolom, hogy a tantestületnek is van jelentős szerepe, hogy a sportvel irányítsák a gyerekeket, az is fontos legyen. A szülők is nagyon nagy a felelősség, úgyhogy nagyon nehéz erre válaszolni, hogy lehet a gyereket elvinni a számítógép, meg a televízió mellől. Mit javasol a szülőknek, akik most választanak sportot, hogy mi az, amire figyeljenek, ügyeljenek?
Hát szerintem teljesen mindegy, milyen sportot választanak, legyen a gyerek érdeklődési köre megfelelő, a szülőt támogatni tudja ezt a sportot, amit választanak. Azt mondom, teljesen mindegy, mit választanak. És mondjuk ne olyan sportágat, ami mondjuk a számítógépes játék mellé teszi a gyereket, hanem tényleg valami mozgalmas tevékenységük legyen. Az lenne nagyon fontos. Rendszeresen jár a kerékpár, hosszú évek óta, mert triatlonoztam is. Gondoltam, hogy náltak, hogy lehet kerékpározni majd. Elkezdtünk egy őszi sorozatot, szerettem volna, az nem indult el. Tavasszal már sokkal népszerűbb lett, egyre többen lettünk. Tehát 7 héten keresztül minden szombaton, vagy vasárnap, délután bicikliztünk kisebbekkel, nagyobbakkal. Attól függ, hogy milyen korosztály volt, hogy hosszabb, vagy rövidebb távra megyünk el. Most már ősszel ez megismétlődött, őszi kerékpár barangolás címszó alatt. Már 4 héten túl vagyunk, egyre több a résztvevő, délután kicsik családosok, valaki utánfutót hoz maga után, viszi a pici gyereket, akkor ilyen tandemmel megy a kisgyerek a papa mögött, úgyhogy egyre, most is voltunk egyre többen, van rövidebb táv, van hosszabb táv, nyilván erősebbek mennek hosszabb távra, de megjártuk a Balatont, körbetekertük, a Tisza-tavat körbetekertük, voltunk a Velencei tó körül, tervezzük azt, hogy elmegyünk a Velencei tóra, elmegyünk a Dunakanyarba, úgyhogy számtalan kerékpárstúrát szervezünk, úgy érzem, egyre nagyobb népszerűségnek örvendez. A civil szolgáltató non-profit Kft. Szervezésében gombárehabilitációs foglalkoztató telephelyet adtak át. Az október 3-i ünnepi eseményen Vécsei Adrien mondott rövid köszöntőt, és azt is kiemelte, hogy a foglalkoztató létrehozását a helyi képviselőtestület is támogatta. Tudomásunkra jutott, hogy ez az épület, ami a faluháznak az épülete volt, ez kihasználatlan, és megkerestük polgármester urat és a testületet, hogy szívesen nyitnánk itt egy foglalkoztatót, és ez nem egészen egy éve volt, és most itt állhatunk az átadáson. A testület nagyon támogatott bennünket, és szeretnénk megköszönni a segítséget. Az államtitkár szerint Pest megyében még mindig kevés támogatást kapnak a helyi vállalkozások. A kormány többek között ezt is fejleszteni a jövőben. Budapesttől már elég messze vagyunk ahhoz, hogy a budapesti ingázás problémát jelenthessen. Ugye különösen most, amikor a vállalkozások egy része nem tudja vállalni az utazási költségeket, viszont nem vagyunk még olyan messze, hogy igazi gazdasági centrumok alakuljanak ki. Ezért minden olyan kezdeményezés és minden olyan új foglalkoztató, ami segíti a helyben maradást, az azt gondolom, hogy nagyon jó dolog és nagyon lényeges. Összességében azért az országos átlaghoz képest a térségnek jobb a helyzete, a főváros közelsége mégiscsak komoly hatással van, illetve az agglomerációban az elmúlt évtizedben végre bement nagymértékű vállalkozási fejlődés, nagymértékű iparosodás, az felszívja a munkaerőt. Ma inkább azt látjuk, hogy a Pest megye speciális problémája, hogy a fővárossal egy régióban van, és ezért a vállalkozások támogatásában nagyon kicsik a lehetőségek. Ma már ez az, ami érezhető probléma. A kormánynak az a feladata, hogy megtalálja azt a lehetőséget, hogy ezek azok a vállalkozások, akik már letelepedtek, azok itt maradjanak, ne menjenek el a támogatások után, és hát speciális támogatási formák kialakításával Pest megyének a második gyűrűjét, tehát az agglomeráción túli gyűrűt is tudja fejleszteni a munkavállalók érdekében, a vállalkozások fejlesztése érdekében. Miért tartják fontosnak, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is tudjanak dolgozni? Hát az elsődleges, én azt gondolom, egy nagyon emberi és nagyon egyértelmű, az, hogyha valaki érzi azt, hogy szükség van rá, ha van értelme nap mint nap felkelni, tudja azt, hogy a saját tevékenységével is hozzátesz a megélhetéséhez, ez egy emberi alapérték, tehát ez mindenkinek segítség, és azoknak, akiknek bármilyen ok miatt nem adatott meg, hogy a nyílt munkaerőpiacon képesek legyenek megállni a helyüket, vagy ott képesek legyenek dolgozni, azoknak ilyen formában kívánunk segítséget nyújtani. Vannak olyanok, akik sosem tudnak kikerülni a nyílt munkaerőpiacra, és mindig abban a foglalkoztatási körben tudnak dolgozni, amit az állam is valamilyen formában támogat, de minden reggel van értelme felkelni, elmenni dolgozni, közösségben vannak, hiszen a munkahely az azon túl, hogy pénzkereseti lehetőség, azon túl, hogy a megélhetése szükséges, de egy közösség és egy jó közösség az életfeltételeket is javítja.
Klehota Vilmos gombaközség polgármestere a rehabilitációs foglalkoztató szükségességét és a munkahelyteremtés fontosságát méltatta. Azért, mert azoknak biztosít munkalehetőséget, akik nehezen tudnak elhelyezkedni. Gombáról tudni lehet azt, hogy legalább 85-90% az aktív munkavállalóknak Budapesten, vagy legalábbis a környékbeli városokban talál munkahelyet. Azok, akik megváltozott munkaképességűek, ők nehezen tudnak utazni is, nehezen tudják vállalni a hosszú utazási időt, és sajnos ők azok, akiket leghamarabb elküldenek máshonnan itt helyben, hogy ők munkalehetőséget kapnak, ennél nagyobb öröm úgy gondolom, hogy nincsen. Van esetleg arra vonatkozóan valamilyen felmérés, vagy valamilyen gyakorlati tapasztalat, hogy a településen hány fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű ember él? Erre vonatkozóan nekünk nincs nyilvántartásunk, a szociális hatóságnak, a szervezeteknek van erre vonatkozó adathalmazuk, és ők fogják majd ide irányítani, kiközvetíteni azokat. Nekünk csak úgy hozzávetőleges ismereteink vannak erről, illetve a jelentkezésekből, érdeklődésekből tudjuk azt, hogy ki mindenki számíthat a itteni munkára. Miért tartja fontosnak, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is rendszeresen tudjanak munkát végezni? Talán ők azok, akik kimaradnak minden másból, ezáltal kimaradnak a közösségből, kimaradnak a megérdemelt jutalomból és abból az érzésből, hogy ők is hasznos tagjai a társadalomnak. Ebből a számkivetettségből tudnak ők visszatérni a normális hétköznapokba, és a társadalom hasznos tagjának érezhetik magukat. Az eseményen láthatók a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak ünnepi műsorát is. A nappali felmelegedés napról napra mérséklődik ugyan, de a hőmérséklet még hétvégén sem csökken a sok évi átlag alá. Az éjszakák is fagymentesek maradnak. A hétvégén már napos, jellemzően száraz időre lehet számítani. Köszönöm figyelmüket! A Williams Televízió október 17-i híradóját látták. Friss hírekkel egy hét múlva pénteken 19 órakor jelentkezünk. Híradónkat minden nap éjfélkor, 8 órakor, 11 órakor és este 7 órakor láthatják itt a Williams Televízióban. Maradjanak továbbra is velünk, jó tévézést! Viszontlátásra!